Szószátyár. Közéleti zenés magazinműsor közel egy órában. Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Szószátyárt hallják. Mai vendégem egy nagyon kemény lány, Szűcs Veronika, boxoló, boxbíró. Szervusz, Veronika. Jó napot, szia. Ez a nagyon kemény lány, ez egy pontos megfogalmazás? Tehát tényleg egy kemény lány vagy? Hát, ezt azért így nem szokták mondani, legalábbis ebből a megfogalmazásban így még nem hallottam, hogy ezt mondják rám. Nem hiszem, hogy, de mindenféleképpen az ökölvívást, hogyha ezt amiatt mondod, hogy kemény vagyok, akkor hát lehet. Tehát arra gondolok, hogy egy sötét sikátorban nem éjedsz meg, ha jönnek feléd. Az az igazság, tehát megijedni nyilván nem fogok megijedni, de nem fogok szembenézni se vele. Tehát, hogyha ha vészhelyzet van, hát akkor nyilván fölmérem a terepet, és akkor én is elfutok. Nagyon ritka a női ökölvívó, még ritkább a női ökölvívó bíró. Hogy vezetett az életed ebbe az irányba? Hát én elég korán kezdtem el a sportot gyerekkorba, kickboxból. Kickboxolni jártam, és akkor utána jött az ökölvívás, egy helyen voltak az edzéseink, és ahogy a boxot, az ökölvívást abba hagytam, mint versenyző, úgy kezdtem el az ökölvívással, mint bíró foglalkozni. Menjünk picit vissza meg a versenyzésre, hogy nem féltettek így a szüleid, mondod, hogy még nagyon fiatal voltál, hogy hát azért ez nem egy tipikus lányos dolog, nem? Nem, abszolút nem féltettek, mert én mindig is egy ilyen kis küzdőszellemű kislány voltam, aki mindig kiállt az igazáért, és nagyon általában fiús környezetben nevelkedtem föl, több fiú barátom volt, és ott azért ott is volt, hogy ugye ki kellett állnom az igazomért, aztán így nem igazán féltettek, sőt, hát örültek is, hogy végre valamivel lekötöm magamat. Családon belül egyébként van ökölvívó? Nincs. Tehát te volt az első. Igen. Elindult ez a karrier. Mikor volt ez, ha nem titok, az évszám? Hát én 1996-ban tettem le először az ökölvívó vizsgát itthon Magyarországon, de ugye a kickboxszal már jóval előtte foglalkoztam. Hányan voltatok akkor lányok ebből a sportokból? Mármint a kickboxban, vagy így az ökölvívásban? Hát úgy az elején, mivel hogy 96-ban volt az első női országos bajnokság, így sikerült a kickboxból meg a taekwondóból, egyéb sportágokból áthívni lányokat az ökölvíváshoz, és akkor az edzéseken is volt, hogy sokszor, mit tudom én, ilyen 6-7 lány is összegyűlt. Abból mennyien maradtak aktívak, illetve mennyien lettek olyan sikeresek, mint te? Hát rajtam kívül egy lány van. Én Szegeden kezdtem az ökölvívást, az ökölvívással foglalkozni. Rajtam kívül a Szuknai Zsuzsanna, ő az, aki még a mai napig aktívan, de ő mint edző most már, tehát ő is versenyzett velem együtt, és meg az edzői pályát választotta utána, ahogy abba hagyta az aktív sportot. És te például miért nem ebbe az irányba mentél, hogy edző? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, valahogy ebbe találtam meg azt a... Jó volt a társaság, ebbe folyamatosan jöttek így a kihívások, meg hát egyre jobban megtetszett maga. Tehát soha nem volt az bennem, hogy abba akartam hagyni tehát maga a sportot, hanem inkább az, hogy ahogy ugye ezt, mit tudom én, általános iskola mellett, középiskola mellett tudtam csinálni a sportot, azért már ahogy kikerül az ember a nagybetűs életbe, ott azért ugye a munka volt a fő, és az, hogy az ember a megélhetése, és sajnos, mint sportoló, nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy meg tudnak ebből élni. Tehát akkor jól értelmezem, te gyakorlatilag van egy főállásod valahol, tehát valamivel igen. Foglalkozol a civil életben, és amellett bíráskodsz. Mint, igen, amellett hobbiként bíráskodom. De egyébként szinte minden időmet ez veszi el. Boxbíróként egyébként nem sokan vagytok a világban női boxbíróként, ugye? Tehát talán Európában van 11, vagy valamilyen számot olvastam az interneten, vagy a világon van 11? Hát a világon vagyunk most így
olyan, hát most már nyilván egyre többen, tehát nagyon sokan, hogy látják, hogy ebbe is van úgymond lehetőség, ugye én is voltam olimpián, olimpiai döntőt vezettem, és ugye itt egyre több lánynak akkor felcsillant a szeme, hogy na, ez nem is húsunktól, hogy tudsz oda kerülni? Tehát mi ennek a menete? Tehát nyilván elkezdte itthon bíráskodni, gondolom kisebb súlyú mérkőzéseken már aztán egyre fajsúlyosabb dolgokban, és egyszer csak fölfigyelnek rád, vagy van egy bizottság, aki figyeli a bírók munkáját, és aki megfelelően szakszerű és jó képességű, az jelölik ilyen olimpiai bíráskodás, vagy ez hogy van? Hát nagyon sok minden hozzá tartozik, tehát nyilván kell hozzá egy szerencse is, meg hogy az ember jókor, jó helyen, jó időben legyen, és hát ugye a tudás, meg az ezzel szerzett tapasztalat, ami azért nem megy így hirtelen, hanem ugye én is már úgy, hát idén 20 éve vagyok benne ebbe a sportágba, és ugye az elején én is kisebb versenyekkel kezdtem, és szépen ahogy látták, hogy na igen, ebben a lányban van valami, tehát érti a dolgát, jól bíráskodik, igen, vannak olyan, tehát nyilván van egy, aki nézi, amikor ringbe vagyunk, és akkor ott a bíráskodást, meg a pontozó bíráskodást is figyelemmel kísérik, tehát ott sem mindegy, tehát nyilván, aki folyamatosan alul marad a versenyekben, nem azt a győztest jelöli be, mint a többi, akkor azért ez nem mondható. Nyilván vannak olyanok, hogy egy-két alkalommal hibázik, hát emberek vagyunk, tévedhetünk, de hogyha túl sok ilyen van, akkor nyilván nem nevezhető jó bírónak. Egy picit mesélj a rendszerre, mert neked nyilván természetes és azonnal érthető, de nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy zajlik egy bíráskodás. Tehát azt tudjuk, hogy ugye ott a ring, fölmennek az ökölvívók, azt látjuk, hogy van egy ember benne a ringen belül, és vannak a ring mellett is. De ez pontosan kinek mi a szerepe, és ki mit csinál ott? Már a bírók közül. Hát van 5 pontozó bíró, aki... Ők ülnek a ring mellett. Igen, ők ülnek a ring mellett, és van a vezető bíró, aki a mérkőzést vezeti. Ő van benne a ringbe. Ő van benne a ringbe, igen. Hát annyi, hogy ugye a vezetőbírón is múlhat egy mérkőzésnek a végkifejlete, de ugyanúgy a pontozókon is, mert ha például a vezető, tehát nem, nincs akkora döntő fölény a ringbe, vagy ugye, hanem pontozással végig megy, lejár az idő, akkor a pontozóbírók döntik el, hogy akkor most ki a győztes. Tehát ha jól értem, akkor 6 ember van, aki dönt az eredményről. Ez a 6 emberből mi van, ha 3 az egyiket hozza ki győztesnek, 3 a másikat? Mi történik ilyenkor? Vagy ugyanolyan súlya van mindenkinek? A vezetőbíró nem pontoz. Uh-huh. Tehát nálunk az amatőröknél nagyon ritka az a verseny, ahol a vezetőbíró is pontoz. Az kisebb versenyeken szokott előfordulni, amikor mondjuk elég 3... De most már ilyen nincs, mert általában mindig 5 pontozó bírónak és 1 vezető bírónak kell lenni. Tehát amatőrben nincs olyan, hogy a vezető bíró dönti el a mérkőzést. És akkor gyakorlatilag, ha jól értelek, jól gondolom, akkor az úgy zajlik, hogy a pontozó bírók az ütéseknek van bizonyos pontszáma, a bevitt ütéseknek, azokat ők ott szépen jegyzetelik, a végén kijön egy eredmény, hogy akkor melyik versenyző a nyertes, és akkor te ezt el kell, hogy fogad, mint vezető bíró, hogyha te vagy a ringbe, ugye? Hát hozzátartozik még a zsűri a ringhez, meg egy időmérő, orvos nyilván az elsődleges, az egy nagyon fontos, hogy orvos legyen a mérkőzésen. A zsűri asztalnál van ugye a supervisor, aki előtt ott a monitor, és látja, mivel hogyha gépi pontozás van, akkor ő a monitoron látja, hogy melyik bíró. Az 5 pontozó bíróból 3-nak fogadják el a találatát, és 10-9-es, most az új, mert én amikor Londonban az olimpián voltam, akkor még nem ez a pontozási rendszer volt, ez már utána jött be, új pontozási rendszer van, 10-9-es pontozás, ami azt jelenti, hogy minden menetben meg kell jelölni a győztest, a győztes 10-et kap, és ha szoros a mérkőzés, akkor 10-9, ha nagyobb a, úgymond, nem is az, hogy döntő fölény, de jóval technikásabb, van 10-11 pont különbség, akkor
meg akár már számolt is a vezetőbíró az egyik versenyzőre, akkor már 10-8-as különbséggel is mehet egy menet el. Hát a pontozásban most már majdnem beletanultunk, de azért azt hiszem, itt még van egy kis képzésre szükségünk. Most viszont egy picit elmegyünk zenélni, és innen folytatjuk. Hány és hány álmot láttam, és majdnem elveszett mind. Olyan is volt, hogy rátaláltam, és néhány itt van megint. Végül megőrzött képen állni látszó idő, ami fontos nekem, most is ott van éppen, de már elmosta az eső. Néha még, ahogy régen érzem, újra ölel az ég. Szabadon, ahogy a szél, akarok mindent újra, vagy mintha ugyanúgy volna, valami újra ébred, ugyanaz valahogy más. Akarom újra mégis, kell még a föld s az ég is, akarom úgy, mint régen. Egy érzés haza talál. Valami most hal meg bennem, valami most ébred fel. Ölelját, ha mégis maradnék, de engedj, ha mennem kell. Percben elveszett élet, mondatban elrejtett szó. Ugyanúgy éget, ha kimondanád, de mégsem kimondható. Néha még, ahogy régen érzem, újra ölel az ég. Vagy mintha ugyanúgy volna, valami újra ébred, ugyanaz valahogy más. Akarom újra mégis, kell még a föld s az ég is. Akarom úgy, mint régen, egy érzés haza talál. Your heel and kiss and fell into the deepest gloom.
caress cause that's the beat that makes my heart go boom. Baby, never say goodbye. Baby, don't you ever cry. You believe in love again. Just tell me now it's not the end. Like a beggar on the street, I'm begging with my hands. But you believe in love again. Can I make you understand? Love's away from me, our love. Now it's clear how much I really care about you. These nights are passing by, yet now I know this feeling is so true. Baby, never say goodbye. Baby, don't you ever cry. Visszatértünk ide a Szószátyár stúdióba. Vendégem továbbra is Szűcs Veronika, jó magam pedig még mindig Szűcs Balázs vagyok. Pontozás rejtelmeibe avattál be minket az előző blogba, de egy picit elkanyarodtunk attól a gondolatmenettől, hogy te hogy is kerültél ki Londonba. Jó. Tehát kiválasztottak, mert te volt a legcsinosabb Volksbüro. Nem csinosságra mérik. A legjobb. Igen, hanem tulajdonképpen én is kis versenyeknél kezdtem, és ahogy jöttek a sikerek, ugye látták, hogy van hozzá tehetségem, ügyességem, és innentől kezdve jöttek az, hogy ugye eleve vizsgákat is, tehát először itthon tettem le a vizsgákat, és utána volt az, hogy európai szintű voltam, és utána későbbiekben meg világszintű bíróvizsgát kellett tennem. Ezek ilyen különböző fokozatok, tehát igen, mondom, igen, magyar, országos, igen, Európa, világ. Igen, igen, és akkor most már ugye aládásul még tehát úgy volt, hogy EABA, az az európai, utána meg az AIBA a világ színvonalú, és utána meg most a világ színvonalúnál most ez, vannak ez megint egy újfajta dolgot találtak ki, hogy egy csillagos bíró, két csillagos és három csillagos bíró,
ez szintén olyan, tehát nyilván ezeknél is mindegyik csillagnál vizsgázni kell, írásba, a gyakorlatba is megnézik, és szóba is kérdeznek a szabályból. A ringen belül van egyébként egy kötelező nyelv, amin beszélsz a versenyzőkkel, vagy inkább jelekkel kommunikálsz velük? Hát a hivatalos nyelv az angol. Ezen belül a vezetőbírónak öt vezényszavat lehet használni, a stop, a break, a box, a time, most már ez bekerült, ez se volt régebben, a time-mal, hogyha hosszabb időre megállítjuk a küzdelmet, például egy szerelés igazítanak, vagy kiesik a fogumi, és vagy cipő kell kötni, ilyenek, akkor time-ot mondunk, és akkor arra az időre megáll az időmérőnél az óra, és akkor utána boxszal ugyanúgy folytatódik a menet. Annyi, hogy régebben, tehát folyamatosan változik nálunk most az amatőrben a szabályzat, ahol behozták ezt a félprofi rendszert is, ott már sokkal jobban közelítenek a szabályok a profi rendszerhez. Mások egyébként a amatőr, félprofi és profi rendszerekben a szabályok, vagy azért vannak átfedések? Vannak átfedések, menetek száma az különböző, ugye az amatőrben az 3x3 perc a felnőtt férfiaknál, és most már levették a fejvédőt, eddig volt fejvédő, most már az sincs, viszont mellény, vagy van rajtuk ugye trikó, a félprofiba nincs trikó, ott félmeztelen küzdelmek vannak, nagyobb menetszámmal, ott 5 menetszám van, és van ez a még egy fokkal följebb, az APB, ott meg már 6, 8, 10, 12 a címmérkőzések. És... De te egyébként most a te képesítéseddel vezethetsz akár profi mérkőzést is, tehát... Már az amatőrön belül, ez az amatőrön belül az van, amatőr. Igen, csak az amatőrön belül vezethetek, igen, ott megvan a minősítésem. És ha át akarnál lépni mondjuk a profik közé, akkor egy újabb minősítést kell szerezned. Az mindenféleképpen teljesen más, igen, tehát ökölvívás, csak más. A profi, az a világ nem vonz? Most még, most ez így, hogy nem vonz, azt nem mondanám. Persze vonz az is, ki tudja még mit hoz a jövő, de jelen pillanatban én még az amatőr pályámra koncentrálok, mert azzal, hogy olimpiai döntőt vezettem, még mindig vannak céljaim. Lehet-e fölé menni? Tehát ez nem maga a csúcs? Nem, mert igazából nálunk ami most szerintem a csúcs, tehát én női döntőt vezettem olimpián. Persze nagyon jó érzés, és egy hihetetlenül fantasztikus dolog, hogy az első női olimpiai döntőt én vezethettem, de hát... Egyébként te volt az egyetlen női bíró? Nem. Hárman voltunk női bírók kint az olimpián, hanem ami igazán szerintem, tehát egy férfi döntő az. Szerintem még így a nőknek is. Mondjuk én, mikor mi találkoztunk, vagy láttalak, akkor jótékonysági gála volt, ugyan tett gála mérkőzősek, de ott férfiak között álltál. Tehát az azért komolyabb, vagy másabb? Másabb egy férfi mérkőzés gyorsaságban is. Mondjuk igaz, tehát azért én már vezettem olyan női mérkőzéseket is, ahol le a kalappal tényleg férfias küzdelmeket láthattunk a ringbe, de azért más egy férfi küzdelem, főleg egy nehéz súlyú. Jól érzékelem azt, hogy gyakorlatilag egy ilyen bírói sportkarriert is ugyanúgy építeni kell, mint aktív sportolóként, tehát szépen haladsz lépésről lépésre, csak hát ebbe az a szép, hogy azért ez sokkal hosszabb, nem? Mint az aktív sportolóké. Hát vannak olyanok is, vannak kivételes emberkék is, akik hirtelen kerülnek olyan helyzetbe, tehát nőként, mivel nem sok nő van, előfordulhat, hogy valaki, meg hát hogyha például Magyarországról, hogy én már voltam olimpián, így sokkal nehezebb a dolgom még egy olimpiára oda kerülni, mint egy, mit tudom én, egy másik országbeli lánynak, aki még nem vezetett, és akkor
és ő is mondjuk tehetséges, stb., és lehet, hogy nem régóta van a sportban, de látják nála azt a tehetséget. Viszont én azt mondom, hogy itt is sokkal jobb kiállni a ranglétrát, mert fentről lehet nagyot esni. Egyébként, hogy egy picit megismerjük a számokat, hány boxbíró van ma Magyarországon? Körülbelül. Hát Magyarországon igazán, hát szerintem olyan 100 körül, de hogy ebből mennyi az aktív, aki úgy dolgozik is, tehát hogy aktív alatt mit értünk? Hetente egy-két mérkőzés, vagy havonta? Hát az ilyen heti mérkőzéseket, heti egy-két mérkőzéseket, mert sokan vagyunk, de ugye különböző korosztály, és a másik meg, hogy nem csak különböző korosztály, hanem különböző tudási szint is nyilván nagyon sokan most nagyon sok új van, nagyon sokan nemrég kezdték, egy-két éve kezdték el. Az egyébként evidens, hogy boxolóból lesz a boxbíró, vagy ha én is úgy gondolom, hogy boxbíró szeretnék lenni, akkor nem tudom, jelentkeznek a boxbíró iskolába? Lehet jelentkezni, vannak, indítanak, szinte minden évben vannak tanfolyamokat, bárki jelentkezhet. Nincs, de szerintem, hogyha valaki versenyzőből válik, akár edzővé, akár bíróvá, sokkal, tehát jobban átérzi azt a felelősség, én szerintem. Tehát én így voltam az első pillanattól kezdve, amikor én oda kerültem a ringbe, hogy sőt, hát először még majdnem még a mozgásom is lehet, hogy úgy a kívülről nem láttam magamat, még a nagyon, nagyon az elején ilyen kisebb versenyeken, még lehet, hogy én is majdnem, hogy ott együtt éltem, mozogtam ott velük, de ugye ezt később kinövi az ember. Szerintem szerencsésebb az, hogyha tehát előtte versenyző is. A versenyzők is jobban elfogadnak. Igen. Meg hát úgy bíróként, amikor tudom, hogy tehát nyilván úgy jobban átérzem a súlyát, hogy én is, hogyha, mert amikor versenyző voltam, és nekem is volt olyan, hogy igazságtalannak éreztem azt. Tehát nem is gondoltam volna egyébként, hogy erre a pályára fogok tévedni, vagy hogy izé, mert nekem is volt, az országos bajnokság döntőjében volt egy olyan, hogy hát nem akarok csúnya kifejezést, de hát majdnem leszakítottam a bíró fejét, mert egy olyan, tehát akkor még annak idején még egy számolás volt a nőknél, és engem pont azzal az egy számolással, amikor szinte jó ütés is volt benne, de nem, tehát nem olyan egetrengető, stb., hanem inkább a saját lábamba buktam föl. Uh-huh. Tehát egy rossz mozdulat volt, és ugye akkor még egy számolás, és abban így, ugye ez nekem egy, ugye elvette tőlem az aranyérmet. Ez azt jelentett, és tehát ez azért úgy benne van az emberben, és nagyon sok versenyzőbe is ilyen, tehát nagyon sok versenyző van sajnos, aki sokszor érez ilyen dolgokat. Előfordul egyébként konfliktus helyzet, mikor most csúnyán mondom, én is belázad a versenyző a te döntésed ellen? Hát nálam ilyen, persze volt olyan, de hogy belázadtak, de az általában a pontozó bírók döntésem az egy szorosabb mérkőzésnél volt, hogy igazságtalannak érezte. De utána lehiggadt, tehát nem nagyon van azért, nálam legalábbis nem nagyon volt ilyen reprecedens. De egyébként a szakmában előszokott? Persze, előfordul mindenhol. Hát nem mindenki érzi jogosnak. Valamikor meg is pofozzák a bírót? Nem, azért. Persze nyilván volt olyan, hál' Istennek velem nem fordult elő, de volt rá példa, hogy nem egy, ráadásul egy Európa-bajnokságon, hogy a bírót, hát utána egy gyomrost vágott a bírónak, tehát kapott egy... Nyilván vannak hevesebb vérmérsékletű. Igen, de nyilván azért ezt nem hagyják annyiba, ezért eltiltották az edzőjével együtt a versenyzőt, és soha többé nem boxolhatott. Tehát azért vannak szabályok, és tehát nyilván azt be kell tartani, meg hát ebből rendőrségi ügy is lett, tehát azért... Tehát az már túlmegy a sport. Ez magával vonza, igen, tehát ezeket a dolgokat is. Na, mi is egy kicsit túlmegyünk ezen, mert vagy megint zenélünk, aztán visszatérünk. Csak te vagy már nekem, aki úgy szeret. Köszönöm az életem,
köszönöm neked, csak te vagy már nekem. Úgy féltelek, apu, maradj mindig velem, ne engedd kezem el. Zuhanok a végtelenbe, beleáll
az életembe. Emlékedett a szellő hozza, váratomat az eső mossa. Visszatértünk ide a stúdióba, vendégem Szűcs Veronika, boxbíró, kickboxos és aktív boxoló is volt valamikor. Ott hagytuk abba, hogy a boxbírók döntéseit néha versenyzők nem fogadják el, nem mindig fogadják el, illetve erre hogy reagálnak. Viszont arról nem nagyon tudunk, vagy az átlagember azt gondolom nem tud, hogy egy boxbíró hogy készül fel egy boxmeccsre. Tehát nyilván egy fizikai felkészülés a te életedben is kell, hogy legyen, hiszen azért csak ott ugrándozol, meg jössz-mész a szorítóba. Mm-hmm. Igen, hát az én mottom az épp testbe, épp lélek. Fejbe is, meg testbe is, tehát mindenképpen ott kell lenni. Egy jó fizikai állapot is kell igen hozzá, főleg amikor már esetleg egy VSB, akár öt menet, tehát van folyamatosan az ember a szorítóba. 3 perc egy menet, ugye? 3 perc, igen, 3 perc egy menet. Én igazából nyilván videókkal készülök, meg edzésekkel eljárok futni, olyankor jó, mert egy kicsit kitisztul, de az ugye a hétköznapi stressztől is egy kicsit így megszabadul az ember, kitisztítja az agyát. Ezen kívül, hát persze nézem a videókat, mindenféle nézem esetleg a úgymond a jelenlegi ötcsillagos bírók működését, de azért minden egyes mérkőzés hozhat olyan különleges percet, pillanatot, amit nem biztos, hogy ilyen még volt a ringbe. Tehát nem tudom, volt olyan, én Afrikában, amikor jártam, hál' Istennek nem velem történt meg, akkor volt olyan, hogy a bírót leütötték. Ez kellemetlen. Tehát erre nem lehet fölkészülni. Nyilván. Tehát én is kaptam már véletlen ütést a ringbe 20 év alatt. Az is egy, hál' Istennek én nem voltam, éppen egy lecsúszott ütés volt, ami tehát ezekben a folyamatos, tehát a VSB-be, ott folyamatos küzdelmek vannak, ott már annak idején nem lehetett hozzáérni a versenyzőköz, ott hozzá lehet érni a versenyzőköz, be lehet közéjük menni, nagy hangzavar volt, tele volt a csarnok, nem hallották, amit mondtam, ráadásul a srác ki is volt fordulva, és tehát egy véletlenszerű, én se hibáztam, ő se hibázott, egy nem készült ütés történt. Ilyenkor gondolom nem is büntetik őt meg.
Tessék? Tehát ilyenkor neki nem lesz ebből büntetése. Nem, hát ő is, ráadásul mondom, ki volt fordulva, úgy kaptam, rólam is lecsúszott, így az orromról lecsúszott az ütést, én is, tehát hogy nem, hát egy break vezényszót mondtam, és ugye közéjük mentem, szét akartam őket szedni, szorosan fogták egymást, nem hallották az én vezényszavamat, és utána hát még nyilván elnézést is kért meg. Tehát abszolút egy véletlen dolog. Én is egy kicsit még hátra is léptem akkor, de mégis eltalált. Elsúlyintott, hál' Istennek egy pár másodperc volt, és folytatódott tovább. Tehát abszolút itt azért szerencse, hogy annak idején, tehát én ezért mondom, hogy sokkal jobb, hogyha valaki sportol. Jobban mér az ütéseket. Hát igen, hogy azért megér, hogy tudja, milyen az a, hogyha valaki véletlen, akár egy véletlenszerű ütés is. A sportolók személyéből fölkészülsz, tehát nyilván tudod, hogy kinek a mérkőzéseit, vagy kiknek a mérkőzéseit fogod vezetni. Utána nézel, hogy milyen korábbi eredményeik voltak, vagy inkább nem? Történetet akarod értékelni. Nem, ráadásul nem, abszolút nem készülök föl egyetlen egy versenyzőből se. Nem is tudom sokszor, hogy kinek a főleg világversenyeken nyilván nagyon sok olyan versenyző van, akit ugye persze ismerek, mert minden évben rengeteg versenyre megyek, nagyon sok, tehát ugyanazok a versenyzők vannak, egy-két újabb, stb., de nem készülök fel a versenyzőkből, és ráadásul én soha nem úgy nézem azt, hogy ő most egy bajnok, ő most egy nagyon kiváló sportoló. Tisztelem az eredményeit, de nem úgy tekintek rá abba a pillanatba, amikor ő akkor ringbe lép, mivel hogy mindenki kelhet föl rossz lábbal, mindenki, tehát és mindenkinek valahol megvan a legyőzője is, tehát egy bajnokot is meg lehet verni, én azt mondom, hogyha, tehát az adott pillanatot nézem, akkor épp ki győz, ki a jobb. Bíróként lehet neked szimpatikus egy-egy versenyző? Persze, lehet, csak nem kell arra az irányba elmenni. Persze vannak emberek, akik szimpatikusak, de én soha nem, nálam ez nem döntő. Ti egyébként kapcs sport azokon a pillanatokon túl, mikor ringbe vagytok, bármifajta kapcsolatba kerültök a versenyzőkkel? Tehát van egy ilyen, hogy esti paverkodás, meg elmegyünk bulizni, vagy ez nem lehet? Hát főleg nagyobb versenyeken erre nincs. Most így a civil életbe gondolom, tehát lehet-e ez, vagy nem igazán. Nem tesz jót? Igen, tehát azért jobb, hogyha az ember megtartja a 2-3 lépés távolságot, és nem azért, mert, hanem pont azért, hogy ne érje szól a ház elejét, hogy most akkor te egy korrupt bíró vagy, mert vele láttunk, meg hogy milyen jót beszélgettél vele, vagy valami. Jó, persze, én mindenkivel beszélgetek, mindenkivel kedves vagyok, de abszolút nem tulajdonítok egy embernek akkora, most te vagy a sztár, és akkor most így csak vele foglalkozok, vagy valami, vagy így mutatom is. Nem. Jobb az, hogyha nem eleve mondjuk versenyeken nem is lehet. Tehát a civil életben persze, hogyha összefutok, akkor ugyanúgy elbeszélgetek vele, és jó pofizok, ilyesmi, de amúgy jobb az, hogyha... Tehát a versenyeken nem ott abszolút tiszta fejjel, és soha nem nézem azt tényleg, hogy az eredményeit. Néha fölröppen egy mérkőzés, hogy meg volt bundázva. Te, mint bíró, azt észre kell, hogy vedd, gondolom, ha esetleg véletlen megegyeznek korábban a versenyzők. Azt mindig észre lehet venni? Mindig észre tudod venni? Mármint, hogyha a két versenyző megbeszéli... Nyilván valami módon az egyiknek veszteni kell. Hát én erre még nálam nem volt precedens. Vagy az inkább a profi világba. Szerintem lehet, lehet, hogy inkább ott, mivel hogy nálunk azért az amatőrbe itt nem pénzekről nincs van szó. Igen. Itt mondjuk a medálatét, meg hát nyilván olimpia azért ott igen, de nem vettem még volna vagy ilyet észre a ringbe, hogy... De észrevennéd valószínűleg, hogyha ilyen megkeveredni. Hát valószínű észrevenném, de hát amikor, tehát én olyankor föl is hívom a figyelmet, hogyha látom, hogy igazából nem nagyon történik ütés a ringbe, hát akkor nincs értékelhető találat, akkor azt a meccset nem is lehet, tehát az a vezetői bíró hiba is, hogyha nem értékelhető a meccs. Tehát mindenféleképpen fölhívom a figyelmet, hogy boxoljanak.
Mivel foglalkozott a magánéletedben, mikor éppen nem a ringbe van, állsz? Mi a szakmát? Hát szakma. Nem titok. Egy nagy vállalatnál titkánősködöm, de semmi különös. Kollégáid tudják egyébként, hogy... Igen, sokan tudják, és hát szoktak szurkolni. Vittél egyébként be már rajongót így a kollégák közül a box mérkőzésére? Tehát volt, aki emiatt kapott kedvet a sportághoz, vagy a sportág nézéséhez, szurkoláshoz? Ja, nem igazán volt ilyenre precedens. Te ezt elfogadják? Elfogadják mindenhol. Meg hát annyi, hogy hú, most hol látunk legközelebb, mikor. Tehát így kérdezősködnek, de nem... Család van-e? Család... Vannak, már hogy nem szűk. Hát ilyen anyuka, apuka, ilyenek? Testvér. Nekem nincs. Még jelen pillanatban nincs. Majd az, ez még a jövő. Párod? Ha barát az pár, akkor igen, van. És ő ebből a sportból jött? Ebből nem, az irányból, nem, vagy nem, teljesen nem, civil? Nem, teljesen a civil életben. És elfogadja ezt a fajta karrieredet? Hát, ha velem van, kénytelen. Meddig fogod tudni ezt csinálni? Hogy érzed? Hány évig? Hány éves korodig? Hát én szerintem ez nincs korhoz kötve. Amíg érzek magamban annyi ambíciót, és amíg van mi motiváljon, vannak céljaim, addig szeretném csinálni. Mert hát ott van közös ismerősünk, Ajtai Peti bácsi, aki hát most már lassan 70 éves, és hát ő még mindig boldogan megy a ringbe és csinálja. Tehát... Hát akár még abban is. Én nagyon örülnék. Hát ő egy, nekem ő nagy tanítómesterem. Én nagyon sok mindent az Ajtai Petinek köszönhetek. Rengeteget segített, tehát főleg a gyakorlatban ott annak idején a ringben mindig minden egyes, hogyha hibáztam, akkor jött és segített, tehát nagyon sokat köszönhetek neki, és mindig is segítette a karrieremet, hogy pozitívan, tehát annak idején is, amikor úgy volt, hogy tehát még akkor az elején a Magyar Ökölvívó Szövetség, és ő annak idején, ugye ő volt a bíróbizottság elnöke, ők voltak, akik jelöltek egyes versenyekre, Európa-bajnokságokra, világbajnokságra, és ugye nyilván az ő támogatottsága is kellett ahhoz, hogy én idáig eljussak. Mellette persze nyilván ehhez kell egy olyan megfelelő alany is, aki ezzel élni tud. Így maradjon Peti bácsi részéről. Nem tudom, hogy jó kérdéssel, mert te elég fiatal vagy, de van már utánad jövő bírói generáció? Tehát a nálad fiatalabbak már bíráskodnak, vagy ők hát, még nem jutottak el? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert én úgy vettem észre, tehát ez a nálam fiatalabb, ez majdnem, hogy az én korosztályom. Vagy te, vagy, te még a legfiatalabb bírói generációhoz tartozol. Majdnem, hogy igen, tehát jó, persze van egy-kettő olyan, aki ilyen 20 éves korosztály, nem a 30, de szóval én még mindig fiatalnak mondhatom magamat a saját, tehát így a többiekhez képest. Hát akkor te még nem volt kit betanítsa gyakorlatilag, vagy kinek segítsd a képzését. De volt, nagyon sokan vannak, akik elfogadják a segítségemet, annak szívesen segítek. Nyilván itt is vannak olyanok, akiket mondjuk nem, hát akiket lehet, annak segítek, akiknek nem, az meg tanuljon meg úgy, hogy szóval én szívesen segítek. Ha valaki kéri, hogy vagy nem érti ezt, nem ért azt, vagy mondja, hogy nézzél már meg, amikor én működök a ringbe, akkor szívesen, és persze, hát ez szerintem. Én is örülök neki, hogyha van utánpótlás, és mindig jobb híre van a magyar bíróknak, mert hát én sem tudok, és rajtam kívül még két bíró kollégám van, aki három csillagos bíró, és ugye nagyon sok nemzetközi verseny van, és sokszor mi se bírjuk. És persze, meg hát, hogyha mi már mondjuk esetleg más irányba megyünk, akkor azért legyen utánpótlás és megfelelő szintű. Képzés. Maradjon is az így. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, sajnos elfogyott az adásidőnk. De remélem, egy 50 év múlva is még mindig a ringbe láthatunk. Köszönöm szépen. Úgyhogy, én is. Hát nagyon sok mindent megtudtunk szerintem a, mondhatom úgy, hivatásodról. Mert ez nem szakma, ez egy hivatás inkább, én azt gondolom. Hát igen, egy hivatás, és azért mondjuk jó lenne, hogyha ez lenne a fő, de sajnos még jelen pillanatban nem ez. De hát reméljük, egyszer így hozza az élet, és reméljük is. Azt is, hogy még leszel a vendégünk. Köszönjük, hogy én itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. A húgommal bulizok ilyen nap, valisa felmegyünk a színpadra.
Ezerre pörgünk, táncolunk és mulatunk mi jó nagyokat. A bátyámmal bulizok éjjel-nappal is, ha felmegyünk a színpadra. Becsapódunk, mint egy atombomba, és mulatunk mi jó nagyokat. Végre itt van a hét vége, ki tudja, mikor lesz ennek vége. Nem érdekel, mert úgy is zavar, ha a szemembe süt a nap. Végre itt van a hét vége, ki tudja, mikor lesz ennek vége. Nem érdekel, mert úgy is zavar, ha a szemembe süt a nap. Gyertek, hát bulizzunk, hajnalig mulassunk, mulassuk át az éjszakát. Ha felmegyünk a színpadra, rögtön megjön a jó kedvünk, mulatunk mi jó nagyokat. A bátyámmal bulizok éjjel-nappal is, ha felmegyünk a színpadra. Nincs már bánat, nincs már könycsepp, mosolyszál az arcunkra. Végre itt van a hét vége, ki tudja, mikor lesz ennek vége. Nem érdekel, mert úgy is zavar, ha a szemembe süt a nap. Végre itt van a hét vége, ki tudja, mikor lesz ennek vége. Nem érdekel, mert úgy is zavar, ha a szemembe süt a nap. Gyertek, hát bulizzunk, hajnalig mulassunk, mulassuk át az éjszakát. Gyertek, hát bulizzunk, hajnalig mulassunk, mulassuk át az éjszakát. Gyertek, hát bulizzunk, hajnalig mulassunk, mulassuk át az éjszakát. Nem érdekel, mert úgy is zavar, ha a szemembe süt a nap. Végre itt van a hét vége, ki tudja, mikor lesz ennek vége. Nem érdekel, mert úgy is zavar, ha a szemembe süt a nap. Gyertek, hát bulizzunk, hajnalig mulassunk, mulassuk át az éjszakát. Gyertek, hát bulizzunk, hajnalig mulassunk, mulassuk át az éjszakát, az éjszakát. Önök a Szószátyár című műsorunkat hallották. A mai adás elkészítésében közreműködtek Szűcs Balázs, Nagy Erzsébet Tímea, Fülöp Alexandra és Padi Géza. Reklám következik. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhes is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen! Az autózás múltja érdekes, izgalmas rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Küldd el a recepted, és keresd te is bruttó 5000 forintot. A legnépszerűbb gasztronómiai magazin, mely olvasói recepteket tartalmaz. Csak 99 forint. Megjelenik minden hónap végén. Reklámot hallottak.